Sziasztok, Kitti vagyok, ez pedig a Liluland csatornája. Ma egy érdekes és remélhetőleg számomra is izgalmas dolgot fogunk kipróbálni, szemöldök sablont. Én általában nagyon nehezen szoktam kifesteni a szemöldököm, nem is nagyon szoktam vele próbálkozni, egy-kétszer már nekifutottam, de nem volt egyforma a kettő, vagy pedig a színe nem tetszett, szóval inkább hagyni szoktam úgy, ahogy a Jóisten megteremtett, de hát reméljük, hogy ez a dolog ma segíteni fog abban, hogy nagyon szép és szabályos szemöldököket varázsoljak magamnak. Na, hát válasszuk is ki, hogy melyik sablonforma fog legjobban illeni a szemöldökömhöz. Húha! Hát... az egyik egy kicsit ilyen, eléggé ilyen szögletes, az nekem annyira nem tetszik. Van egy ilyen íves forma, szerintem ez fog nekem a legjobban állni, úgyhogy megpróbálom ezzel. Van egy ilyen filcem, és azzal fogom kihúzni. Ez egyébként az én szemöldökömhöz nagyjából passzoló szín, talán egy picit sötétebb, mint az eredeti színe, de szerintem ez így jól fog állni. Reméljük, hogy ez a sablon segít abban, hogy a formája is jó legyen. Elvileg ide kell tartani. Egyébként egészen jól ráilleszkedik így elsőre a szemöldökömre. Úgyhogy csak annyi a dolgom, hogy ide fogjam. Milyen jól nézek így ki. Hogy ide fogjam, és elkezdjem színezni magát a szemöldököt. Egyébként odafogni egészen könnyű. Úgyhogy azzal nem kell sokat szenvedni. Az én szemöldökömbe szerintem egészen jól illik. Mondjuk így már is összebarnáztam magát a sablont. És egész jó. Kicsit az íve annyira nem tetszik, de szerintem kifejezetten látszik, hogy a kettő között mi a különbség. Ráillesztem a másik szemöldökömre is, és megpróbálom azzal is ugyanezt megcsinálni. Na most például látszik, hogy itt annyira nem passzol, tehát hogy tökre nem egyforma a két szemöldököm. Húha. Hát ha itt is kifesteném, teljesen a sablont ki akarnám tölteni, akkor biztos, hogy a bőrömet is összebarnáznám, ami meg annyira nem szerencsés. Hát... nem is tudtam, hogy ennyire nem egyforma a két szemöldököm egyébként. És most nézzük. Nem tetszik annyira a végeredmény, mégpedig azért nem, mert itt ívesebb szemöldököt csináltam magamnak, mint itt. Valószínűleg talán egy picit máshogy fogtam rá a két szemöldökömre magát a sablont, de szerintem hát ezen talán egész jó lett, úgyhogy hasznosnak mindenképpen hasznos, mert tudtam valamit csinálni a szemöldökömmel úgy, hogy nem csak úgy vakon próbálkoztam, mert egyébként annyira nem tudok ceruzával, meg minden egyéb ilyen hozzávalóval kísérletezgetni. Arra biztosan jó ez a sablon, hogy legalább egy formát adja szemöldöködnek, és utána maximum korrigáld magadnak, hogyha nem pont ugyanolyan. De ha nem teljesen szimmetrikus az arcod és mindkét szemöldököd, akkor csak erre hagyatkozni szerintem nem lehet. Viszont érdemes kipróbálni, mert csak egy 200 forintos kínaiban kapható cucc, és tökre jó egyébként. Na, hát nekem ez sikerült kihozni ebből a sablomból, de egyébként szerintem érdemes kipróbálni, úgyhogy ajánlani tudom. Ha szeretnél még ilyen videókat látni, akkor iratkozz fel, és kövess minket az Instán. Szia!